104 Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét kívánok. Velünk történt című magazin műsorunkat hallják, és a magazin vendége Mészárosné Szabó Anna, a Békés megyei kereskedelmi és iparkamara szakképzési osztályának vezetője. Szervusz, üdvözöllek. Üdvözöllek és üdvözlöm a hallgatókat. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésemre állsz. Nagyon jó dologról fogunk most is beszámolni, ugyanis a múlt héten volt egy rendezvényetek, a Szakma reménységei címmel pénzügyi támogatásokat adtatok át szakképzésben résztvevő fiataloknak. Mit lehet erről tudni pontosan, Anna? Mikor indult ez, milyen céllal, és akkor magáról a szakma reménységeiről mondj nekünk egy pár gondolatot. Év elején indult azzal a gondolattal, hogy mi már hagyományosan megszerveztük a kamarai bálunkat, ami a sorban a negyedik volt, és minden évben igyekszünk egy lépéssel előrébb lépni, és ebben az évben az elnökségünk, illetve elnökünk megfogalmazta azt a gondolatot, hogy jó lenne, hogyha jótékonysági bálként funkcionálna ez a negyedik iparkamarai bál, és hát nagyon szépen megérkeztek a támogatások, mintegy 850 ezer forint, és kamaránk szakképzési bizottsága összeült, és megírta azt a szabályzatot, hogy mi alapján fogjuk szétosztani ezt a pénzt. Az első és a vezér gondolat az az volt, hogy tehetséges, szorgalmas, tanulásban kiemelkedő, de szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat fogunk támogatni a szakképzésben, tehát a középfokú szakképzésben tanulókat. Sajnos azonban közbejött a világjárvány, és úgy gondoltuk, hogy nagyon nagy csalódás érte azokat a tehetséges tanulókat, akik eljutottak egészen a Szakmasztár Fesztiválig, de mivel azt nem lehetett megtartani, így nem lettek meg a felmentések, nem lettek meg az eredmények, pedig mi úgy gondoljuk, hogy egészen a dobogóig röpültek volna, hiszen ők nagyon-nagyon kiemelkedő tanulók, és akkor fogalmazta meg a bizottság azt, hogy akkor nem csak a szociálisan rászoruló, de jó tanuló gyerekek, hanem a versenyen a döntőbe jutott tanulók is kapnak a támogatásból. Ők heten voltak, és 13 tanulóra jött jelölés, a tehetséges, de szociálisan rászoruló tanulókra jött jelölés szakképzőintézményektől, illetve gyakorlati képzőktől. Így összesen 20 tanuló részesült ebből a támogatásból. És akkor ők ezt szabadon felhasználhatják, vagy tanulmányokra kell? Van ez kötve valamihez? Nem volt kikötve, hogy mire használhatják föl. Volt azért egy-két olyan megnyilvánulás, amiből mi tudjuk, hogy ki mire költ. Volt, aki azt mondta, hogy a szakmájához valami szerszámot vesz belőle. Volt, aki azt mondta, hogy elteszi, egy kicsit gyűjtöget hozzá, és elteszi őszre, előre gondolkozott, és volt, aki azt mondta, hogy olyan dolgot fog belőle megvenni, amit nem tehetett meg eddig, hogy megvegyen. Azért nem nagyon nagy összegekről beszélünk, mert ez a 850 ezer forint, ugye ez egy bruttó összeg, amiből még le kellett vonni az adót és a közterheket, de úgy gondoljuk, hogyha jelképesen is, ez egy óriási szimbóluma a gazdaságnak, hogy főleg egy ilyen járványhelyzet után, hogy nem vonta vissza ezeket a pénzeket, hanem azt mondta, hogy mindenképpen jusson el oda, akikhez eredetileg tervezték. Ez egy nagyon-nagyon szép kezdeményezés, és köszönjük szépen nektek. Szeretnétek ezt folytatni a jövőben is? Mindenképpen, ugye jövőre az 5. bálat szervezzük, és bízunk abban, hogy ennél csak több támogatás érkezik be, és akkor több tanulót tudunk ebből segíteni, támogatni, vagy szimbolikusan is kiemelni a többiek közül. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésemre álltál, és megint csak ilyen jó témával, úgyhogy további jó munkát, jó egészséget nektek, és akkor bízom benne, hogy hamarosan újra folytatjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm. Velünk történt című magazin műsorunkban Mészárosné Szabó Annával, a Békés megyei kereskedelmi és iparkamara szakképzési osztályának vezetőjével beszélgettem. Imádunk ilyen dolgokról beszámolni. Nagyon szép kezdeményezés, köszönjük nekik még egyszer. Műsorunkat hamarosan folytatjuk.